Kilencedikes Pisti. Kilencedikes vagy tizedikes gimis Pisti. El van magának, videójátékokkal játszik, élvezi az életet, stb. Kicsit túl sok videójátékkal játszik, amikor szabad ideje van, de ez nem megy semminek a rovására, semmi gond nincsen. Na, Pisti az internet készüléken meglátja a PlayStation Portable-t. Így trailerbe. Ez a... Mi? Azt mondtad, hogy PlayStation 2-es grafikájú játékokkal játszotok menet közben? Te jóságos Isten! Pisti elkezdi ugye gyakorlatilag rájdolni a dolgokat, hogy mi a tökön van, hol lehet ezt megvenni, mikor, miért nem most? A PSP-ről beszélünk. Megy a boltokba 55 kilobájt, ami volt akkor. Hol van? Majd karácsonyra jön, stb. Magyarországra egy picivel később jött, ha jól emlékszem. Azt hiszem, a Petőfi téren itt Debrecenben volt egy bizományi fiataloknak, nem fogjátok tudni mi az. Oda be lehetett vinni dolgokat, ahol megvették olcsó pénzért, majd eladták drágán. De használt utcokat lehetett venni. És így betévedtem oda. És bazd meg, megláttam egy PSP-t a pult alatt. Mármint az üveg alatt. Mondom, ez... Mi a fasz? Nem tudom, valami Game Boy. Mondom, az fasza. És mondták, hogy egy külföldi diák hozta be, nem volt olyan nagyon távol a megjelenés egyébként, egy hónap körülbelül ott körül lehetett. Egy külföldi diák hozta be, bevették nem tudom mennyi pénzért, úgyhogy eladó. Mondom, na ne basz! Pistinek nincs pénze. Figyeljen. Összeszedtem otthon, amin van. Volt egy Hitachi. Hitachi! Volt egy Hitachi, hordozható DVD lejátszó. Azt tudod, hogy mi? Persze! Tudod, hogy mi a hordozható DVD lejátszó? Érted? Hordozható DVD lejátszó. Volt egy Nikon, nagyon szar, valami nem tudom hány megapixeles, a legolcsóbb digitális fényképezőgépem. Mondod? Azt hiszem egy 4 GB-os iPod Mini. Ezt így összeszedtem otthon. Érted? Az nem, iPod Mini? Mini volt az. iPod Mini, igen. Ami még merevlemezes volt, 4 gigás. Igen. Igen. iPod Mini, hordozható DVD lejátszó Hitachi, Nikon digitális fényképezőgép. Megindultam. Megindultam oda. Bementem, csávó elég oda borítottam a pultra, hogy ez van. Ez van. Ez mind van. Ad ide. Ne húzod a szád! Ne húzod a szád, mert szét ninjázlak, bazd meg! Jó lesz az. Mondom, nem tudom mennyi, ez hidd el, megéri neked, hogy ez jó lesz. Kipróbálgatták ott a dolgokat, működik, yes, oké. Okay. Mondta, hogy valami pénz kell. Tehát nem tud így egy az egybe cserélni. Ez az örök bűnmegvallás. Nálam volt, azt hiszem, 5 rugó, ami ugye a kémia külön tanáromnak azt hiszem a 2 heti díja volt, vagy valami ilyesmi. Így a kezembe, mert másnap mentem kémia órára, külön órára, és azt úgy arra kellett volna adjam. És tudjátok, ez a fiatal Pisti. Várjál, várjál, bazd meg itt a pénz! Geci! 5 rugó! Ha jó van, akkor ide adom! Yes! Ilyen! Ilyen! Na figyeljetek, ezt így behúztam. Volt egy PSP, érted? Villamos méretű pénisz! Úgy értem, az utcán látszott rajta, hogy van nekem olyan, érted? Na mindegy, ezek azok, amikor... amiket sose felejtek el. És így lett PSP-n. Megérte. Totára megérte! Totára megérte. Ez kurva jó. Igen, igen. Na de... Amíg sokan... Sajnálkozva, orrot lógatva jöttek azzal, hogy a PC-n nem nagyon van meg az FPS-e a Prince of Persia Warrior Within-nél otthon, pedig kurva jó az a game, és kéne vele játszani. Addig én azt nyomtam szünetbe a PSP-ket. Én itt is nyomom meg otthon, és... De mindegy, jó volt. Jó volt. Úristen.
tehát amikor a debreceni fácánkokos sörözőbe, ami méltán híres, ugye, több évszázados, és már gyakorlatilag ugye a világörökség része, itt Debrecenben, amikor a legbetegebb kocsma volt akkoriban, legalábbis a mi köreinkben, és a haverokkal a Dragon Ball Shin Budokai-t játszottuk ad hoc módban a PlayStation Portable-ön, a kocsmába bazd meg, félbebaszva a kerthelyiségben, így egymás ellen a Dragon Ball-t a PSP-n, és így 15 perc játék után azt vette részt, hogy a fél kocsma mögöttük áll. Hogy így, kött nyomjad bazd meg, azt a kurva, a minden is így. Sírás! Jó volt az a PlayStation Portable, imádtam. Egyszerűen imádtam. Jó volt, jó időszak volt. Most is megvan a varázsa egyébként. Csak most már. Tehát most már kijelentem pszichológusnak mindenkinek. Felnőtt ember vagyok! Nem viszem a switchet a kocsmába. Ez a bizonyíték. Ennyi. Ugye rá nem merjenek cáfolni. Na jó, srácok, legyen ennyi elég mára.